Újabb esemény zajlott a múlt héten a Gimi galériában, ezúttal azonban nem kiállításra, hanem könyvbemutatóra került sor. A közelmúltban jelent meg Elek József történelemtanár a Csalóközből Alaszkába tengeren túli kaland című útikönyve, melyet a Sey János Gimnázium Feszti Árpád termében mutattak be. Androskó Imre igazgató üdvözlő szavai után a rendezvény másik házigazdája, Szénási Edit tanárnő beszélgetett az íróval, könyvéről. Valójában a könyv születéséhez vissza kell menni, hogy az 1990-es évek elejére, akkor indultak be ezek a tévésorozatok, miért éppen Alaszka, többen is föltették a kérdést már nekem, hát ismerjük ezt a sorozatot. Hát valójában onnan jött az indítatás, hogy megtetszett a táj apukámnak, és végül is ő hosszú időn keresztül tervezgette ezt az utat, ahogy meg hosszú időn keresztül gyűjtötte le a pénzt, hogy előbb-utóbb megajándékozhassa ezzel, és végül is akkor összejött ez az út, összejött rá a pénz, és ráadásul pedig volt még egy olyan plusz hozadéka a dolognak, hogy vannak ismerőseink Amerikában, például egy Komáromban hajdan itt tanított amerikai polgár Bostonból, aki egyrészt aztán utitársunká is válik, meg házigazdánká is, meg Amerikába szakadt dunaszerdahelyi barátaink, akik szintén társaink voltak egy darabig, és fogták a kezünket, hogy így mondjam, az út alatt. Különben pedig az úti napló ötlete pontosan azért született, hogy először is, hogy megörökítsük magunknak, másrészt pedig két kedves olvasmányom, az egyik Széchenyi Zsigmondnak az Alaszkában vadásztam, és a másik pedig Bömi Farkas Sándornak, aki a keleti partvidéken tett utazást majdnem 200 évvel ezelőtt. A könyvben éppen azért megjelennek olyan részletek is, amelyek összehasonlítják az akkori Amerikát a mostanival, és hát az olvasón múlik, hogy milyen különbségeket, illetve milyen hasonlatosságokat vesz észre. Hát egyik az indiánokról szóló részletek, fejezetek, mind a két szerző, tehát 100 év különbséggel jártak Amerikában, és utánuk én 70-nel, tehát az indiánok életében mekkora változások álltak benn, és hát sajnos elmondhatjuk azt, hogy bizony nem jó helyzetben vannak, valamilyen szinten olyanok, mint mi nálunk a kisebbségek, vagy támogatva vannak, de a támogatást éppensége lehet, hogy egy rossz irányban, egy rossz módon történik meg. Szó van ezekről a részletekről is, valójában az amerikai indiánoknak az identitástudatáról is, mit fejeznek ki az oszlopok, a totem oszlopok, mit fejeznek ki az egyes meséik, tehát az, hogy hogyan keresik önmagukat, és erre egy pozitív példát is találtunk, ez az amerikai, pontosabban a világ eszkimó és indián olimpia lesz. Szűk 3 hetet voltunk kint, és az üzenete több is lehet. Egyrészt az, hogy hogyha valaki Amerikába megy, akkor más mértéket vigyen magával, tehát ne a saját méterkilométereinket és nagyobb távolságokba gondolkozzon. A másik talán az, talán ez a legfontosabb benne, hogy már nagyon szép Alaszka és nagyon szép Amerika, azért azok a különbözőségek, amelyek az ottani gondolkodásban megvannak, azok valahogy nekünk egy kicsit szokatlanok, tehát lehet valamilyen szinten imádni Amerikát, de azért megtartjuk azt a 3 lépés távolságot, mi legalábbis megtartottuk, mert úgy éreztük, hogy azért mégiscsak a mi gondolkodásunk ide köt minket.